Elutasította a Szeul és Tokió közötti világháborús megállapodás felülvizsgálatát a dél-koreai alkotmánybíróság. A keresetet az úgynevezett kényelmi nők és családtagjaik nyújtották be kormányuk ellen a japán kártérítés ügyében. Jogaik súlyos megsértése mellett a japán szexrabszolgaság sok áldozata megbántott. Az eltelt években fájdalomban éltek. A jogi képviselő kiábrándítónak nevezte az alkotmánybíróság elhatárolódását. Egy nem sokkal ezelőtt közzétett kordokumentum szerint a II. Világháborúban a japán hadsereg egy szexrabszolgát kért az akkori koreai kormánytól minden 70 katonájára. A katonai vezetés így próbálta megakadályozni a betegségek és az erőszak terjedését alárendeltjei között. A történészek több tízezerre becsülik a koreai szexrabszolgák számát.